Steffi, sikerült itthon tartanunk a 3 pontot, 2-1-re legyőztük a Kisvárdát. Mennyire volt nehéz az a találkozó belőle, ahogy érezted? Nehézre sikerült a vége. Nyilván azért könnyebbé tettük magunknak az első fél időbe. Megérdemelt volt a 2 gólos előny, habár azt gondolom, hogy csak az első gólig játszottunk jobban. Nem is azt mondom, hogy a Kisvárdánál, hanem úgy önmagunknál, tehát hogy egy átlagnál azért egy kicsit jobbat tudtunk mutatni, de utána azért visszahúzottunk, visszaesett a teljesítményünk. Ez szerintem elég, ez egy negatív dolog, amin javítanunk kell. Kellett volna tovább menni és megrúgni minél előbb a 3-at, de nyilván nem panaszkodunk, mert a legfontosabb a 3 pont volt. Összességében megérdemelten nyertünk, a gólon kívül nem éreztem, hogy a Kisvárda egy-egy pontrugás után voltak lehetőségeik, de hogy olyan nagy zicsert kialakítottak volna. Úgyhogy megérdemelten nyertünk, nagyon fontos volt. Végül is mondhatjuk, hogy ha csak a kiesés elleni harcot nézzük, akkor ez egy 6 pontos meccs volt, még akkor is, hogyha óriási a pont differencia a két csapat között, de ezt meg tudtuk növelni. Én úgy gondolom, hogy innentől nézhetünk előre. Más instrukciókat kaptatok most az edzői stábtól fél időben, mint mondjuk a Zalaegerszeg ellen, mert ugye most sikerült megtartani az előnyt? Nem feltétlen gondolom, hogy ezen múlik. Volt egy rövid zárlat, akkor is elmondtam, hogy ez benne van a fociba. Nyilván azon vagyunk, hogy ez ne ismétlődjön meg, mert ugye az előző 2 mérkőzésen ezt elrontottuk, most szerencsére ez nem ismétlődött meg, úgyhogy mondhatni, hogy javultunk. De tényleg a viccet félretéve ezzel a meccsel foglalkoztunk, nem pedig az előzővel. Saját teljesítményeddel mennyire vagy elégedett, nem csak ezen a mérkőzésen, hanem a Zete elleni mérkőzésen is, hiszen ott 2-szer is betaláltál, most pedig 1-szer, ráadásul a Zete elleni 1 gólod, az igencsak szépre sikerült. Igen, nyilván a 2 meccsen 3 gól az jól hangzik, meg jónak tűnik. Ezen kívül úgy gondolom, hogy Zalaegerszegen a játék jobban ment azért, csapatszinten is, meg nekem is egyénileg. Úgyhogy azzal jobban elégedett voltam, de hát a sors fintora, hogy ezt a meccset nem nyertük, meg ezt pedig igen. Úgyhogy összességében elégedett vagyok. Tavaszi szezont nem feltétlenül úgy kezdtem saját mércém szerint, ahogy én azt szerettem volna. Nyilván csináltam a dolgom, tettem, de a játékban nem úgy jöttek a passzok, ahogy én azt megszoktam magamtól, illetve a többiek is. Én úgy gondolom, hogy ez már a Paks ellen is az utóbbi 3 meccsen ez sokkal jobban sikerült, és egyénileg is fel tudtam fejlődni. Ennek is köszönhető a 3 gól, úgy gondolom. Nyilván legfontosabb, hogy meg tudtuk nyerni ezt a mérkőzést. Zenesként mi a terv a válogatott szünetre számotokra? Nyilván folytatjuk a munkát. Nem szeretnénk hátradőlni, nem is lehet. Egyrészt szeretnénk minél följebb lépni a tabellán, másrészt pedig nagyon fontos kupamérkőzés van. Mi abszolút célunk, hogy eljussunk a Puskás Arénába, úgyhogy ezt ki is mondjuk csapaton belül, kifele is, úgyhogy úgy fogunk hozzáállni ez a negyed döntőhöz, nem lesz egyszerű dolgunk, hiszen alapból mumus a Kisvárda, amit ma meg tudtunk törni hazai pályán, de természetesen idegenben ez még nehezebb, úgyhogy nagyon fontos mérkőzésre készülünk ott is, de nyilván van még 2 hét, ugye előtte egy Kecskemét mérkőzés van hazai pályán, mivel azt gondolom, hogy az első 4-5 pozícióba fel tudnánk lépni, hiszen a Kecskemét ott van körülöttünk, úgyhogy mind a 2 mérkőzésre fel fogunk nagyon jól készülni ebben a válogatott szünetben.